Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Elkezdtünk egy beszélgetést Sélei Györgyi szexológus mediátorral. Ezt folytatjuk mégpedig azért, mert hogy hát itt sem fogunk a végére érni, nincsenek kétségeim, annál is inkább, mert hogy a szexuális zaklatások sora zajlik, legalábbis a világhálón. Nem titok, szakítottam némi időt rá, és 263 szócikket találtam erről különböző emberekről, és az egészet összeadjuk, az azt hiszem, hogy egy könyvtárnyi anyag, szép lassan. És pontosan ezért a kényes pontokról fogunk beszélgetni ismét, a felelősségről, a kampányról, az áldozat felelősségéről, az áldozat hibáztatásról, az erőszaktevő szemszögéről, és így tovább. Mégpedig azért, mert hogy furcsa, amit mondok, de kicsit sok a jóból, sok a kiderült esetekből, miközben tudjuk, hogy ugye ez csak a felszín, a jéghegy csúcsa. Akkor hát hogy lenne sok a jóból? Sok, mert jó, hogy kiderül. Uh-huh. Úgy értettem természetesen. De hogy túlságosan sok lett egy hirtelenjében jött. Az okok az más, az már emberi tényezőkön múlik nyilvánvaló. De ugye ez csak a jéghegy csúcsa. Igen, én azt gondolom, hogy csak a jéghegy csúcsa, és hát amikor azt mondják nekem, hogy a szex az nem tabu, akkor itt derül ki, hogy dehogy is nem tabu, hogy vannak olyan dolgok, amikről még ma sem beszélünk, vagy nem lehet beszélni, vagy ha elkezdünk beszélni, akkor ez derülhet ki, hogy valaki egyszer csak kipattant egy titkot, és kiderül, hogy igen, ez a jéghegy csúcsa, hogy nagyon-nagyon sok minden van mögötte, hogy olyan esetek százai, ezrei vannak e mögött, az egy kijelentés mögött, nem egy emberre, hanem sok emberre vonatkoztatva, amiről sokan tudtak, vagy jó néhányat tudtak, csak soha senki nem beszélt. Tehát a tipikus homokba dugjuk a fejünket. Nem feltétlenül nem? Csak a homokba dugjuk a fejünket, hanem inkább azt mondanám, hogy akivel ez megtörténik, abban általában nagyon-nagyon erős szégyen keletkezik. Azt hiszem, hogy mind a két félben egyébként, tehát annak ellenére, hogy van egy zaklató, meg egy olyan, akit zaklattak, a zaklatottban mindenképpen egy nagyon erős szégyen keletkezik, mert hogy vele olyan dolog történt, amit nem akart, nem szeretett volna, és oltatlanul is elkezdi magát is hibáztatni az áldozat nagyon gyakran, hogy lehettem ilyen hülye, hogy lettem ennyire meggondolatlan, biztosan mindenki kinevet. Illetve a másik dolog, hogy ha menne is a panaszával valakihez, akkor azt mondaná, hogy á, ne vedd ezt annyira komolyan, nem olyan nagy dolog. Ugyan már mással is megtörtént már ez a dolog. Mit kapott fel ennyire a vizet ezen a dolgon? Ez a tipikus áldozathibáztatás, igen, hogy felmerül, mondom, hogy esetleg tudatosan cselekedett már, mint a társadalom egy részében, minden bizonnyal. Persze, hát nagyon gyakran előfordul az, hogy biztosan te is kirívó módon viselkedtél, és azért volt ilyen a másik ember veled például. Beszéljünk az áldozat felelősségéről. Tehát akkor az egyik oldalról fel kell készülnie erre nyilvánvaló, hogyha valaki... Azt mondom, hogy de ezt hogy lehet felkészülni? Először is induljunk el a családtól, az a legegyszerűbb. Mondok egy példát, jó? Minket nőket, meg általában úgy egymást arra szoktuk nevelni a családban, de minket főleg, nőket főleg, hogy legyünk kedvesek, mosolyogjunk, és ha lehet, akkor udvariasan viselkedjünk emberekkel. Kisgyerekkorban mondjuk két és fél éves gyereknél, például, hogyha az ember kézenfogva viszi őt az utcán, és jön velünk szemben egy idegen, akkor a két és fél éves gyereket hiába próbálnám előre rángatni, és mondani neki, hogy mondd el, hogy mi a neved, hogyha ő zavarban érzi magát, vagy úgy érzi, hogy ez az idegen nem, valami miatt számára nem bizalomgerjesztő, akkor bebújik a lábunk mögé, és onnan kandikál kifelé. Mi meg kirángatjuk onnan. És nagyjából itt kezdődik az a fajta viselkedés, torzulás, azt gondolom, amikor valaki... Van, akinek a teste azt mondja, hogy szeretnék inkább elbújni és védekezni, mi meg azt mondjuk, hogy nem, legyél udvarias. És ez lehet, hogy talán innen kezdődik, felnőtt korra elnyomjuk a testünknek sok-sok olyan jelzését, amiben a testünk figyelmeztetne minket arra, hogy óvatosabban vigyázni kell ezzel a dologgal, ez az egyik dolog. A másik pedig azt gondolom, hogy a kedvességet és az udvariasságot simán lehet félreérteni, főleg egy nő esetében. Nemrégen egy iskolában tanítottam, és kipróbáltuk az összes kislánynál, hogy 13-14 éves kislányokról volt szó, hogy tudnak-e komolyan nemet mondani például valakinek. Egy nagyon egyszerű dolog, csak azt mondani, hogy nem.
és úgy, hogy a szeme, a szája, a teste minden nemet mondjon, és nagyon nehéz, mert hogy általában arra biztatnak minket, hogy kérsz teát? Nem, köszönöm. Udvariasak és kedvesek vagyunk, igen. És azt a fajta határozott nemetmondást, amikor határt szab az ember, benne is van a szó, hogy határozott, az azt jelenti, hogy ott határt szabtam, hogy a másik értse, hogy hol van a határ. Ez az egyik, hogy nem tanuljuk meg, vagy inkább kitanulunk belőle, amit felnőtt korra újra meg kéne tanulni, főleg az ilyen szexuális jellegű témáknál, illetve a másik eleve nyitottak vagyunk, hiszen azt tanítják nekünk, hogy bízzunk az emberekben, hogy ne gyanakodjunk, miféle dolog paranoiás félelmekkel bármiféle kapcsolatba kerülni, vagy kapcsolatba lépni, és folyton azon járjon a fejünk, hogy ja Istenem, mi történhet velem, hogy ha azt mondja nekem, hogy szép vagy, vagy kedves vagy, akkor már mindjárt azt kell, hogy feltételezem, hogy biztosan a következő pillanatban leroham. Úgyhogy ez a két dinamika van, azt gondolom, ami közé néha beszorulunk. Tanulható a megelőzés? Hogyne, természetesen. Azt gondolom egyértelműen. Az elkerülés és a megelőzés között különbség van. Nagyon nagy különbség van. Tehát akkor gondolom. Először a megelőzésről. A ez megelőzés nyilván a családtól indul. Jó lenne. És a kis közösségtől, ahova később a gyermek bekerül és egyre nő. Jó lenne, hogyha a családtól indulna. A gyerekek a családon belül szexuális értelemben véve elvesznek. Számomra ez azt jelenti, hogy akkor, amikor beszélgetek a gyerekekkel, akkor kiderül, hogy körülbelül 10-11 éves korig tudják a szülők nyomon követni, hogy mi történik a gyerekkel a szexuális érés szempontjából például, de aztán mihelyest a párkapcsolati területre kerül a sor, amikor már komolyabbá válik a dolog, ott a gyerekek jó része nem feltétlenül a szüleivel fogja megvitatni az ilyen jellegű tapasztalatait vagy próbálkozásait. Következésképpen elmarad az a fajta tér, az a fajta személyes hangnem, amiben a gyerekekkel el lehetne beszélgetni arról, hogy hogyan kéne udvarolni, hogyan kéne udvarlást fogadni, hogyan kéne közeledni valakihez, hogyan kéne visszautasítani valakinek a közeledését, mert hogy nem nagyon jut idő. Ezek annyira intim dolgok, ezek annyira bizalmas dolgok, hogy idő kell hozzá, hogy ezeket elmerjük kezdeni megbeszélni, akár gyerek oldalról, akár felnőtt oldalról, úgyhogy ez nem nagyon fér bele abba, hogy akkor este 8:30-kor, most akkor már le kell feküdnöd, meg holnapra még tanuljál esetleg. Nagyon nehezen lehet ebbe az időbe beleszorítani a bizalmas beszélgetések idejét. A mulasztás tetten érhető értelemszerűen, ilyen értelemben nevelésben, de viszont visszahozható-e később? Én nem mulasztásnak nem gondolom, mulasztás. Hanem inkább tapasztalatlanságnak, ugyanis gondoljunk abba bele, hogy mi a szüleinktől kaptunk-e arra nézve útmutatást, hogy hogyan kéne ezt jól csinálni. 150 évvel ezelőtt a férfiak nagyon erősen védték a nők erkölcseit, bizonyos szempontból legalábbis a családon belül, de ott az öröklés volt az elsődleges szempont. És miután nagyon nagyot változott a világ, az a fajta férfi védelem, ami akkor talán a nők körül volt, ez elpárolgott, ez eltűnt, és a nőket pedig nem tanítottuk meg magukra vigyázni, és például nem tanítjuk nekik azt, hogy a testük jelzéseit hogyan kell nagyon komolyan venni. Lehet ösztönös cselekvés az elfogadás ilyen értelemben? Tehát tulajdonképpen visszautasítanám, de aztán mégsem. Hát persze, hát gondoljuk meg azt, hogy minden közeledés valahogyan elindul. Minden közeledés arról szól, hogy két ember, aki távol van egymástól, az egyik megteszi az első lépést a másik felé, és ennek a másiknak valahogy ehhez viszonyulni kell. Nyitni kell, vagy zárni kell. De az, hogy most nyitni vagy zárni fogok, ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen a neveltetésem, hogy hogyan érzem magam, hogy a másik mennyire szimpatikus vagy nem szimpatikus, és ezeket gyakran felül kell vizsgálni, érezni kell. Nagyon sok minden van benne egy ilyen nagyon egyszerű közeledésben. Beszéljünk az erőszaktevőről, az erőszaktevő szemszögéről. Feltámad a vágy. Átléptük azt az inger küszöbet. Akkor mit tesz az áldozat? Illetve hát, hogy ösztönös vagy tudatos az a cselekvés, ha letámadunk valakit. Hát, nagyon akkor, sokfajta, megint csak sok szempontot hoztál elő. Akkor kezdjük el az alaptól. Feltámad a vágy. Igen. Kérdezem én, hogyha éhes vagyok, akkor oda mehetek a zöldségesbe, és levehetem azt, amit szeretnék, és megehetem? Attól, mert éhes vagyok, az nem azt jelenti, hogy nekem ezzel a vágyal úgy kell együtt élnem, hogy minden korlátozás nélkül kezd a vágyamat kiélni. És szexuális szempontból nagyon gyakran ezt hallom, hogy a férfiaknak a dolga, hogy a magjukat szórják például, és úgy nem gondolunk abba bele, hogy nem lehet esetleg, hogy néha például át kéne gondolni, hogy ez a vágy, ez bármiféle szabályozás szerint működhet-e,
vagy éppen csak ilyen ösztönszerű megéléssel, bum, ahogy csak rám tör a vágy, gyorsan ki is elégítem. És a tudatos? Micsoda, hogyha tudatos az a közeledés? Az úgynevezett férfiasság divat. Hát persze, hiszen ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon nagy terre van annak, hogy egy férfi mitől is lesz férfi igazából, hogy a vágyai gyorsan és bármifelé kiélheti, de ez a nőkre is épp úgy igaz igazából, hogyha valakinek valamiféle vágya támad, akkor például a nő kezdeményezhet-e, mit szólnak akkor, hogyha ő kezdeményez. A férfinél még mindig nagyon-nagyon más elbírálás alá esik, mint a nő, és ezek a dolgok sokkal lassabban változnak, úgy gondolnám, mint például a szexualitásra kapcsolatos információ dömping, ami most itt a fejünkre rázódik. Tehát ha a nő kezdeményez, akkor könnyűvérű, ne adj Isten kurva, tetszik, igen, nem tetszik, a férfi az meg jó pasi. Na, ez már egy nagyon fontos dolog, ugyanis ugyanarról a dologról van szó. És ugyanarról beszélünk. Úgyhogy ez már egy, most már azt hiszem, hogy ez is jócskán változott, de valahogy még mindig alakul a koreográfiája annak, hogy hogyan is lesz akkor egy kezdeményező nő. És nem kurva. Igen. És egy nem kezdeményező férfi, nem papucs, hanem egyszerűen mondjuk türelmes férfi. Nézzük meg a nemetmondás eszközrendszerét. Lehet úgy nemot mondani, tehát ugye ez a helyfüggvénye is, hogy hol mondunk nemet. Nem, tehát azt gondolnám, az nem helyfüggvénye. Teljesen mindegy, hogy az utcán tesszük, zárt közegben, egy céges bulin, egy kocsmában, úgy mondja, úgy gondol. Azt hiszem, gondoltam, hogy ez arról szól, hogy a nem az azt jelenti, amit mondok. Hogy nem. Igen. És nem mosolygósan. Uh-huh. Én azt gondolnám, hogyha mosolygósan mondanám a nemet, akkor is a nemet kéne először figyelembe venni. Egy nagyon-nagyon egyszerű okból kifolyólag. A szexuális érintkezésnek az alapja, hogy a nő teste fogad be valamit. Nem a férfi, hanem a nő teste fogad be valamit. Tehát, hogyha a nő azt akarja mondani, hogy ezen a határon belülre nem szeretnék senkit engedni, ezt illő lenne tiszteletben tartani. Tudom, hogy erre azt mondják majd a férfiak, hogy na de hát nagyon sok nő lehet, hogy igent gondol akkor, amikor nemet mond. Na hát erre mondanám azt, hogy az egyértelmű kommunikáció néha segít, ami azt jelenti, hogy akkor hát le kell ülni tisztázni, hogy tulajdonképpen hogyan is állunk ezzel a dologgal, és sokkal többet kéne beszélgetni, megismerni a másikat, hogy akkor, amikor ő nemet mond, mire gondol, akkor, amikor ő igen mond, mire gondol, és persze, hogy el tudom azt képzelni, hogy a vágy az elsőprő erejű, csak hát nekünk azért elég nagy veszteségeink lehetnek, azt gondolnám, hogyha rossz tempóban. Nem vitás. Ugyanakkor azok a helyek, ismerjük az íróasztalos sztorikat, a szereposztó díványokat, hiszen onnét indult el az egész MeToo kampány, ha úgy tetszik. Hogy ez nem a szexről szól. Ez nem a szexről, ez a hatalomról szól. A hatalomról. Ez nem csak a vágyról szól, hanem arról szól, hogy valaki fölött. De a visszaélés a hatalommal abszolút egy bizonyos helyzethez és helyhez kötődik. Igen. Ez általában most, a mostani helyzetekben, amiket megismertünk, alá-fölé rendeltségi viszonyban volt a két fél, és általában a nő volt alul értelemszerűen. Nem tudom, tudunk olyan esetről, amikor nem a nő volt alul? A filmekben már láttam, de nem tapasztaltam. Igen, azért mondom, hogy ez egy érdekes kérdés, hogyha megnézzük a férfinő arányokat, akkor hogyan is zajlik ez a dolog. Viszont szeretnék egy megjegyzést tenni, igen, ezzel kapcsolatban, amit nagyon fontosnak éreznék. Nagyon gyorsan oda vezethet ez az egész, vagy oda is vezethet, hogy a férfiak is kiszolgáltatottá válnak ebben a helyzetben. Ugyanis akkor, hogyha egy férfi tényleg ismerkedni szeretne, és valaki azt mondja, hogy nem, ő engem zaklatott, nagyon nehezen lehet tisztázni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy azt hiszem, hogy az óvatosság és a másik nem, meg a másik fél nagyon nagy fokú tisztelete, amit talán először bekéne, hogy igen, ehhez kapcsolatban mondanám, hogy igen, megosztott a társadalom. Ha most figyeljük a köznyelvet, illetve azokat a kommenteket, amelyek megjelentek óhatatlanul is, több száz, akkor az egyik fele mindenképpen azt mondja, hogy miért kellett ez, igazat mond egyáltalán, miért most jutott eszébe. Uh-huh. Tehát amikor például erre egy kirívó példát valóban, Lolo Brigida ugye azt nyilatkozta, hogy 70 esztendővel ezelőtt őt ketten is megerőszakolták. Ugye most 90 éves idestova, és erre a kommentek zöme, hogy mit akar most ezzel 70 évig. Ugye, amitől Magyarországon kipattant, az például 20 esztendeje történt. Aha. Ez teljesen világos, hogy egy nőnek ezt elrejti magában. Akár a szégyenérzet, a társadalom nem engedi, hogy ezt nyilvánosságra hozza, az akkori lelki
fizikai állapota nem engedte, hogy nyilvánosságra, ez most jött egy pillanat, és ez helyesnek tűnt, az is volt egyébként. Viszont az olvasók, a kommentelők, a társadalom zöme, az egyik fele, azt mondja, hogy miért nem akkor szólt. Kérdezek egy dolgot, jó? Ezek a, tehát kimondottan a nemi erőszaknál, de a zaklatás is azt gondolom, hogy azért speciális helyzet, mert a kártétel, ami történik, nagyon nehezen látható, mert hogy ez bennünk történik, belül történik, ez egyik, de a lelki lábtörés az megvan. És azt szoktam mondani, hogy ezek a dolgok annyira mérható dolgok a szó minden értelmében, aminek a feldolgozására eszköz, lehetőség, személy nem volt. Nagyon érdekes dolog az, amit mondtál az előbb, hogy Lollobrigida lehet, hogy 70 évet várt erre. Lehet, hogy 70 év. Én nem elítéltem, ám félreértés ne tudom, én csak ezzel. Azt akarom mondani, hogy lehet, hogy ezeknek a felezési ideje a 70 év. Lehet, hogy a 20 év az már egy nagyon-nagyon gyors reakció igazából. Tessék? Kinél, más? Gondoljunk bele például abban a helyzetben, mi van, hogyha valakit 8-10 éves korában ér egy ilyen élmény, amikor ő nem tudja igazából, hogy mi történik vele, de a nyoma ott marad, de még nem, nincsenek rá szavai. Vagy képzeljük azt el, hogy egy fiatal nő, akinek egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben valaki visszaél a bizalmával, és azt fogják rá mondani, hogy kurva, hogy lenézik, vagy hogy elkezdik azt mondani, hogy biztosan te is oka vagy ennek a dolognak, aminek nagyon gyakran még a családon belül is megtörténik. És a családon belül, erről meg már ne is beszélve, gondoljuk azt, amikor a családtagunkról derül ki, hogy ő zaklató volt valamikor, kinek szóljon az ember, hogy a családtagja volt, aki őt éppen zaklatta? Félünk attól, hogy lecsupaszítjuk a lelkünket egy-egy ilyen kitárulkozással? Nem csak a lélek lecsupaszításáról van szó, hanem egy robbanásról, egy atomrobbanásról. Családi berkeken belül, hogyha kiderül egy ilyen dolog, akkor azt, ott repül minden, ott szétszakad minden, ott házasságok törnek szét, szülő, nagyszülő, gyerek kapcsolatok robbannak szanaszét, mert hogy az a szövedék, amit mi hiszünk a családról, hirtelen kiderül, hogy hazugság. Hirtelen kiderül, hogy olyasfajta elemek vannak ebben a kapcsolatban, ami kizárja azt, hogy ezek az emberek egymás mellett éljenek, és mégis egymás mellett kell élniük. Hogy lesz tovább? Mi lesz ezután? Bármelyik családtagról derül ki, ő vajon tud-e a többiek szemébe nézni? Gránit szoborból porszem lesz. Hú, nagyon-nagyon nagy változások lesznek. Szülők, barátok szerepe ilyenkor. Fontos, hogy a közvetlen környezetünk megértse, hogy mit, miért cselekedtünk? Hiszen itt most kitárulkoztunk. Nagyon-nagyon sok embert érint. Ez egy rendszer, amit érintünk egy ilyen esettel. Ezt önmagunknak tesszük, aki vagy figyelünk azokra, akikkel, vagy példát mutatunk. A feltárást? Igen. Én azt hiszem, hogy még nem tudjuk, hogy igazából mit teszünk. Olyan, mintha valamikor valakinek levágták volna a kezét, és a többiek pedig vagy nem látják, vagy nem tudják, hogy ő egyébként félkarú, és hirtelen kiderül, hogy de mégis az. Nem is tudok még hasonlatot sem mondani igazából. Amikor egy világ megfordul, nekem ügyfeleim is jó néhányan voltak olyanok, akik 20-30 év után mondtak el olyan látszólag egyszerűnek tűnő dolgot, amitől álló életükben féltek, ami úgy nyomta rá az életükre a bélyegét, az az egy aprócska kis alkalom, amikor valaki visszaélt ezzel a bizalommal, hogy ő utána az összes kapcsolatában félt, rettegett, és ez mint a hatványozódna, miután ezek a titkok annyira mélyen el vannak ásva, de annyira mérgezik végig az embernek az életét, hogy akár az összes kapcsolatát megmérgezhetik. Vagy szinte az egyén számára, ha rejtve marad ez az egész, akkor egyszer csak történik valami, és egy megmagyarázhatatlanul erős reakció tör ki az emberből, és a környezete csak néz, hogy mi bajod van, miért kezdtél el így viselkedni? Mert hogy a mélyben lehet, hogy van valami, van a gyökere ennek a dolognak, ami valamikor évek óta, nem mondom, hogy érlelődik, mert ez nem az érlelődés része, hanem inkább rohad. És ezt valahogy jó lenne felszínre hozni, de nem merjük felszínre hozni gyakran. És ez több, mint egy gyónás? Azt hiszem, hogy a gyónás nagyon sokat segíthetett régen, de manapság a gyónás az emberek, a jó néhány embernek az életéből kimarad már,
És azt hiszem, hogy az talán segíthetett ezeket a dolgokat elmondani, talán nem nagyon sokáig őrizni, talán, de erről csak találgatni tudok. Ezek a mostani történések segítenek abban, hogy mások is megszólaljanak? A példa azt mutatja, hogy igen, viszont én nagyon tartok attól, hogy elsikkad az élmény, hogy... A kevesebb több lenne? Inkább azt mondanám, hogy hirtelen elfásolunk bele, és hirtelen azt mondjuk, hogy hát vele is, már tulajdonképpen megint. Velem is, igenis vele is, és tulajdonképpen mindenkivel, és hogyha mindenkivel megtörténik, akkor mi az, mi ebben akkor a nagy dolog? Most felteszem a világ legbutább kérdését. Mi a teendő? Beszélni róla. Az rendben van, ezt megtesszük, de mit tehet a társadalom egyik oldalról? Mit tehet a szexológus, a szakember, a szexológus, a pszichológus? Mit tehet a család, a közvetlen környezet? Tehát azok, akikben bízhatunk. Ugye kezdjük a családdal. De mit tesz a szakember? Azt gondolom, hogy az egyszerűbb a válasz. A társadalom belőled meg belőlem áll. Meg a szüleimből, meg a gyerekeimből, meg az ismerőseimből. Ami azt gondolnám, hogy arról szól számomra, hogy a saját közegünkön belül is tudunk mit tenni. Szakember szempontjából nézve pedig az, amit én végzek, ezért dolgozom jó részt a szexuális nevelésben, mert azt gondolom, hogy a szexuális nevelés arról szól, hogy hogyan lehetne szexuális kultúrát teremteni, hogy ilyen esetek ne történjenek, hogy egészen más legyen a férfi-nő viszony, egy sokkal tisztább, sokkal megbízhatóbb, és azt hiszem, hogy sokkal élhetőbb férfi-nő viszonyt lehetne teremteni, és sőt, azt gondolom, hogy lehet is teremteni. Én nagyon bízom ebben, különben nem dolgoznék ezen a területen. Az igaz, hogy tekintve, hogy itt most ebben a kérdéskörben a celeb világ kellős közepén járunk, ami azt jelenti, hogy hát már fásultá tesz a leginkább érdeklődő embert, és a szenzációhajhásznak minősíti néha-néha legyint rá. Előbb-utóbb ez következik be, sajnos teszem hozzá, hiszen még nem látjuk a végét. Tehát újabb és újabb esetek merülnek fel, újabbat és újabbat olvasunk, viszont egynek sincs vége. Az a vége maximum, hogy a X lemond, Y abba hagyja, Z tiltakozik, de nincs jogi következménye, apropó. Tehát a jogi következménnyel számolniuk kell az elkövetőnek. Tehát itt most menjünk. Nem vagyok jogász. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mondom a dilemmát, ami bennem felmerül. Ha a dolog következmény nélkül marad, mert hogy azt mondjuk, hogy annyi emberrel megtörtént, és annyi ember, ez egy hétköznapi dolog igazából, vagy mert hogy a jog nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Ha következmények nélkül marad, akkor attól tartok, hogy nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy hát akkor ezt lazán lehet csinálni, hiszen semmilyen következménnyel nem jár. Ha viszont kitalálunk minden egyes alkalomra, minden egyes dologra jogi büntetést, a büntetés nem feltétlenül fogja feloldani azokat a feszültségeket, amiket akár ez a tett, akár az ezt megelőző események tettek, ugyanis azt gondolnám, hogy a zaklató életében is történt valami olyan dolog, ami miatt ő ehhez az úthoz, mint könnyebb úthoz fordul, és nem meri felvállalni azt a nyílt férfi-női kapcsolatot, hogy hát lehet, hogy engem vissza fognak utasítani. Lehet, hogy itt nem jövök be, mint pasi, vagy nem jövök be, mint nő. Ehhez bátorság kell. De elképzelhető, hogy aki zaklató, az ő életében is van egy ilyen pillanat, és nem szeretném felmenteni a zaklatókat, csak inkább szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy a szexuális életünk eseményei, a szexuális neveltetésünk hiányosságai elképesztő ilyen váltókat jelentenek az életünk során, a születésünktől, talán a foganásunktól kezdődően, amin vagy sikerül valamiféle jó úton, vagy élhető, vagy jól élhető úton járnunk, vagy elképesztő mellékvágányokra lehet csúszni nagyon gyorsan. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy ezeket a váltókat kéne átnézni, hogy a családon belül tudunk-e beszélgetni erről, hogy az iskolában tudunk-e beszélgetni erről, hogy a szintereken, mint itt is például, tehát, hogy tudunk-e erről beszélgetni. Igen. Mert mondom, a celeb világgal ismerkedhetünk. Én egyébként nem örülök, hogy most ez konjunktúra a szexológus szakember számára, mert hogy hát azért másról is beszélgethetnénk. Összefoglalót kéne most nekünk, vagy... Ebben a témában? Ebben a témában. Miként lehet összefoglalni? Remélem, hogy mindez azt fogja elindítani, hogy kezdjünk el a dologról beszélgetni, kezdjünk el
gondolkodni, kezdjük el ezeket a váltókat, a vágányokat átnézni, hogy jó-e úgy, ahogy ezt csináljuk, hogy elegendő-e az, amit teszünk, hogy ez abba az irányba vezet-e, mint amerre igazából szeretnénk menni, és hát mindig lehet változtatni. És én bízom abban, hogy ezek az események egyszer majd csak felnyitják a szemünket, hogy ez is olyan dolog, amiről beszélni kell, mert hogy ez az életünknek, a magánéletünknek egy elképesztő fontos része, az egyik alapja. Így van. Úgyhogy remélem, hogy ez jó változásokat fog hozni. Köszönöm szépen, és egy Karintival búcsúzom. Én vagyok magamnak, néked én te vagyok, te én vagy magadnak két külön hatalom, s ketten mi vagyunk, de csak a vállalom. Ugye ez az alapja mindennek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Sélei Györgyi szexuális mediátor volt a vendégem két estén keresztül, és a szexuális abúzusról beszélünk, azokról az zaklatásokról, amelyek figyelmet kaptak az elmúlt időszakban Magyarországon és külföldön is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, önök is gondolkodjanak el ezen. Viszontlátásra!